Nagy öröm és hála van bennem, hogy itt lehetünk ezen a szürke, szürke téli napon. Engem tavaly márciusban egy középhaladó elvonuláson érintett meg valahogy így a zen üzenete egy elvonuláson. Én ott értettem meg, hogy mekkora lehetősége van az emberiségnek, és ezzel mekkora felelősség jár, hogy a tiszta tudat, hogy tisztán tudjak viselkedni, kapcsolódni, döntéseket hozni, hogy ez elérhető. Ez nem privilégium a néhány embernek, hanem ha dolgozunk, ölünk, csináljuk, akkor kitisztulhat, és ezt meg tudjuk osztani másokkal. Ez egy fantasztikus lehetőség, de ezzel együtt nagyon megérintett az a felelősség is, hogy még élek, ameddig élek, de ezt tovább kell adni. Ezt ki kell vinni, nem maradhat csak Esztergomban. Ha ezt ki kell vinni Budapesten, meg kell mutatni a családnak, a barátoknak, de nem holmi beszédekkel, hanem egyszerűen azzal, hogy vagyok, hogy tiszta vagyok, hogy mutatok egy példát. Elkezdtem járni a hétfői csoportba, mert bíztam benne, hogy ez így elég lesz. És ez a vágy bennem, ez valahogy így lecsillapszik. És a hétfői csoportban néhány hét után megjött a következő. Egy nagyon finom, egy nagyon tiszta, ugyanígy vágy, hogy én úgy szeretnék szerdánként gyakorolni. És ezzel nem tudtam mit csinálni. Elmentem elvonulásokra, és egyre nagyobb lett ez a vágy. És ilyenkor jött igazából az igazi kuan, hogy gyakoroljak szerdánként. Tehát hogy. És erre csak egy megoldás volt, hogy ültem, és csak azt tudtam mondani, hogy nem tudom. Ténylegesen nem tudom, hogy tudnék adni az embereknek, hogy tudnám ezt megismertetni, és hogy tudnék szerdánként gyakorolni. Itt tartottam. És sokat voltam a templomban, elvonulásokon segítőként, és egyszer csak, miközben így a munkahelyemen, ahol most is vagyunk, sétáltam a folyosón, így benéztem a tárgyalóba, és így, hú, így akkor megértettem, hogy ez az. Hát elég sok ellenkezés volt bennem, én racionális közgazdász vagyok, hogy ezt így egyáltalán minek, akkor Facebook, minek, és egyáltalán minek bonyolítom az életem ilyennel. És amennyire nagy volt bennem az ellenkezés, annyira tisztább volt, hogy ez azért van, mert hogy ez így oké, és csak meg kell próbálni. És én úgy bíztam benne, hogy valaki lebeszél róla, Szuném, főleg Viki, utána Dharma tanítók, valaki, aki azt mondja, hogy ez nem, tehát ez egy munkahely, ez így nem megy. És mindenkitől annyi pozitív bátorítást kaptam, hogy hát... Nem volt más lehetőség, hogy jó, akkor csináljuk. És itt vagytok, és itt vagyunk, és nem először, és bízom benne, hogy nem is utoljára. És akkor, amit nem tudtam, az, hogy a szangába, a közös, tiszta gyakorlás által egyszerűen megjelenik a térbe, és bízom benne, hogy megjelenik bennünk is, és te is érzitek ezt a rettenthetetlen energiát. A gyakorlás iránt és a tiszta tudat iránt. Én azt hittem sokáig a szívszutrába, hogy ez csak egy ilyen fordítási hiba, vagy nagyon elfogult a zenmester. Hát gondoltam, legyen, én megértem. De hogy rettenthetetlen, mi ez a szó egyáltalán? És így a gyakorlás által, akárhányszor leülünk, mindig könnyek jönnek a szemembe, és most is az, mert most is itt vagytok, és szanga vagyunk. És együtt járunk hétről hétre, akárkinek akármi problémája van, jön és ír, és végigüljük a 30 perceket, és mellette alakul a közösség, az, hogy egymásra számíthatunk. Ez számomra egy óriási áldás, és ezért van bennem ez a meghatottság, hogy nagyon megtisztelő, és nagyon-nagyon sokat jelentetek nekem. Köszönöm szépen, hogy vagytok. Andi pár mondatban elmondta, hogy miről fog szólni a bevezetője, na azt kihagyta. Gondoltam, én majd csatlakozom ahhoz.
Andinak a felkérése egy közös elvonuláson érkezett, elén pattant a konyha előtt kívül a szőnyegen, ahol a cipőinket húzzuk fel, és azt mondta, hogy Viki, a leges-legelső közös elvonulásunkon én tudtam, hogy én veled együtt akarok valamit csinálni. Igen. És elmesélte, hogy az ő fejében ez megszületett, meg a szívében, a vágyaiban és minden egyébben, amiről mesélt most nekünk. Én ott álltam, tár pupillákkal, próbáltam nem mutatni neki, hogy rettentően meg vagyok ijedve az ő felkérésétől, de ő arra számított, hogy én majd jól lebeszélem, és akkor még esetleg egy-két embernél megpróbálkozik, mindenki azt mondja, hogy nem, és akkor ő megpróbálta. Igen. És ez tökéletesen érződött. Ott álltam, és azt mondtam, hogy én szangát nem tudok énekelni. És rögtön át is csorgott a saját önkorlátozásom karmája, hogy jó, Sumin felkért, jó, kell elvonulásokat vezetni a templomban, de hát ott nem én ütöm a moktakot, nem én énekelek, én ott a tömegben, amikor tudok, kéneklem, amit ki tudok, amikor elmegy a hangom, akkor tátogok egy kicsit, és akkor majd valamikor ez így beérik bennem. De nagyon szépen ellébecoltam én ott, sok-sok gyakorlaton keresztül azért ezzel. Úgyhogy nagyon hálás vagyok Andinak, hogy ő erre felkért, nagyon hálás vagyok annak, hogy megéreztem, hogy ő arra vár, hogy nemet kap. És ezért én azt tudtam mondani, hogy igen, mert szülessen ebből valami. És ez a gyakorlat nagyon sok tanítást adott nekünk kettőnknek. Nagyon sok tanítást adott mindarról, hogy mi a zen, és hogy ez a gyakorlat hogy működik a hétköznapokban, egy csapatépítésében, két nőnek az együttműködésében. És egyszerűen nagyon szép meghaladások születtek ebből. A fantasztikuma az egész történetnek, hogy olyan jelenléttel tudtok velünk lenni, és olyan jelenléttel tudunk mi veletek lenni, hogy ezt a 108 leborulásos közös gyakorlatunkat, ami az én szigorúságom, szeretném megosztani veletek, hogy most az intenzív héten és az annak a felvezető hetén milyen rettentő sokat segített. Mert ez így nagyon jó, hogy én otthon önszorgalomból a saját ritmusomban leborulok. Az is nagyon jó, hogy itt úgy borulunk közösen 108-at, hogy a csoport együtt borul, megtaláljuk azt a középső ütemet, amiben így mindenkinek még megy és már megy. De a bent a templomban nem mi diktálunk. Sumi megyre keményebben tolja. Legalábbis az érzet, amikor második hajnal 4 óra 30, harmadik, negyedik, ötödik, és megint jön a 108, és akkor mondod, hogy persze, igen, fáj a térde, meg műtötték, de mégis két matracon borul, az még plusz 5 centi, és már azt hiszed, hogy nem jössz fel, és megjön az érzés, és megjön az ereje annak a gyakorlatnak, amit mi itt együtt borulunk. És megjön az is, hogy már nem a saját testemért, mert ott is el van mondva, ahogy itt is a gyakorlatnál, hogyha fáj valamit, ne terhel túl magad, végezz álló meghajlást. Nem kötelező. De amikor tudsz, kapcsolódj be újra. De hogy az összes napon, mind a 108 leborulásban benne volt az, hogy lehetőségem van ezért a szangáért is borulni, és azokon a holdpontokon, amikor már nem akarsz feljönni, akkor ez az erő, ez megérkezik. Tőletek, értetek, mindannyiunkért, és valóban minden érző lényért.
Én nagyon hálás vagyok azért, hogy többek közt ettől a csoporttól ráláttam arra. Szunin tanította, hogy a karma osztályok milyen összefüggésben vannak egymással. És hogy a csoport karmában azért jó dolgozni, azért jó közösen gyakorolni, mert ebben tudjuk a legkönnyebben megoldani az egyéb más karma osztályban lévő elakadásainkat. És koanozás közben beszéltünk arról, hogy a párkapcsolati karmám az én leginkább támogatásra szoruló, gyakorlat által támogatásra szoruló karma osztályom, és megkérdezte, hogy a csoport karmában kijavítottam-e már azt a hibát, amit a párkapcsolati karma osztályban ismétlek. És válaszoltam neki, hogy én úgy érzem, hogy amit látok, azt így a csoportban már sikerült meghaladni. Nyilván ennek is vannak rétegei, ami még nincs meg, de hogy ez a csoportnak a segítségével milyen szépen működik. Nyilván majd a páros gyakorlatban kiderül, hogy ez bukta vagy nem. És aztán beszéltünk arról, hogy mi lesz az uglói gyakorló helyjel, és mik a távlati tervek, és úgy egyébként még milyen feladatok várnak, és kiültem a szőnyegre következő 50 percre, és átfolt rajtam, hogy ugyanazt a karmát ismétlem a csoport karmában is. Amit a gyakorlat segített, meghaladni rá a reakcióimat, meghaladni az azonosulásaimat. És hogy nem baj, hogy ez a karmám, hogy egy ilyen építő típusú ember vagyok. Tehát, hogy ez a kapcsolódik hozzám valaki, mindegy milyen szinten, munkahelyi kapcsolódás szinten, az előbb-utóbb jól lesz. Elkezdünk egy közösséget építeni, az előbb-utóbb működik. De én ezeken a körökön mindig kívül teszem magam valahogy, mert mindig újabb helyen kell építeni. És azt mondta erre Szunim, hogy ez egy jó karma. Mert hogy ezzel megalapozok egy következő életre, egy teljesen más minőségű női azonosulást, és én nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak, Csongán Szunimnak, Narosz Ádámnak, a távol lévő Marti Barnának, Zsuzsinak, Beának, hogy helyettesítettek ebben a két hétben, hogy közösen gyakorolhatunk, itt vannak és segítenek. Mert fantasztikus dolog jól lenni azzal, hogy megtapasztalod, hogy ez is elmúlik. És most itt ülünk közösen ezen a szőnyegen, de Andi nagyon szép irányvétellel innét a Dharma termet lehozta ide, a szívéből talált meg engem, betette ezt a képet ide, de ez attól kezdett el működni, hogy lehoztuk mindannyian ide. És hogy hol lehet gyakorolni irodaházban, shiftben, erdőben, sétálva, túrázva. Ha a gyakorlatotokat végzitek, és van darmatermetek, aminek az indítatása innét megérkezik, és ez a darmaterem itt van, akkor az a gyakorlat mindenhol erős lesz. Úgyhogy ezzel az irányvétellel kívánom Andinak, hogy a Dharma tanítói úton is ennek a szangának lassan az egyszemélyes vezetővé váljon. Én megjövök majd töretlenül, amikor szükséges. Ez nem volt megbeszélve.